Vendégünk volt Rádió Gaga interjú. Szabó Jenő profi búvárral és búvároktatóval beszélgetek. Miről is szól egy búvár oktató tanfolyam? Mire számítson az, aki mondjuk arra adja a fejét, hogy ki szeretné próbálni, és meg szeretné tapasztalni a víz alatti világot? Egy tanfolyamnak az ára az kb. Olyan 2000 lej körül van, 2000-2500, attól függ, hogy milyen úszódáról van szó, milyen tankönyvekről van szó, milyen nyelven, tehát ilyesmi. Tehát be lehet lőni egy olyan 2500 lej körüli egy tanfolyam. Három részből áll, tehát van egy elméleti, van egy úszodai rész, illetve van egy nyílt vízi rész. Az oktatásnak az a fele, ahol elsajátítasz készségeket, az tulajdonképpen a medence. Tehát a medence az, ahol megtanulod a gyakorlatokat, azokat, amik biztosítják a biztonságodat. Tehát az, ha elfogy a levegőd, a maszkodba víz kerül, tehát stb. A tanulási folyamat tulajdonképpen véget is ér a medencébe. A nyílt vízi részen kipróbáljuk, hogy ezek az elsajátított készségek működnek nyílt vízen is. Tehát megtanulsz maszkot üríteni, akkor már biztos vagy benne, hogy a medencében működik, elmegyünk nyílt vízre merülni, tehát nyílt víz alatt egy tavat, a tengert értem, ahol kipróbálod, hogy na, akkor itt is működik. Ugyanis a tanuláshoz az a fontos, hogy biztonságban érezd magad. Tehát amikor elsajátítasz készségeket, tehát 100%-osan biztos legyél. Elsősorban miért mondom a készségeket? Mert a készségek gyakorlása, megtanulása közben ragad rá a tudás. Tehát itt most az az elképzelés, hogy ülünk és PowerPointokat nézünk, ugye, és közben próbálunk nem elaludni, ez így már nem működik, ez a múlté. Most van egy készség, ugye, és ahogy ezt például a masznak az ürítése, ugye erről beszéltem, ugye egyszer rájövünk arra, hogy miért kell ez nekem, mi a cél, miért kell ezt megtanulni, ugye, mert gyakorlatilag befolyhat a víz, vagy elszakadhat a maszkpánt, tehát a cél az, hogy kiürítsük a maszkot, és akkor elkezdünk beszélgetni arról, hogy ehhez mit kell csinálni, az órunkon keresztül levegőt fújunk, mit tudom én, felfele kell nézni akkor, amikor az órodon keresztül kimegy a levegő, és kinyomja a vizet a maszkból. Tehát a medence és a medencei gyakorlatok és az elmélet az kéz a kézben megy. És amikor ez megvan, akkor következik a harmadik rész, a nyílt víz, ahol már élvezed a merüléseket. 4 merülés van nyílt vízben, 4-5 úszodai foglalkozás van, és az oktatás, úgymond a tudás, az elméleti vizsga, az online van. Uh-huh. Amúgy ez mennyi idő ugye, egészben? Ha sűríteni akarnánk, akkor 3-4 nap. Wow. Viszont, hogyha, vagy 2 hétvége. Tehát 2 hétvége. A legtöbben úgy jönnek, hogy szombat-vasárnap. Vagy ez alatt meg tudod biztonságosan tanulni, meg tudsz annyira tanulni, hogy igen, mondjuk egy ilyen egyszerű buvármerülést elvégzel? 18 méter mélyre nyugodtan merülhetsz, és erre nemzetközi legelismert búvárkártyát kapsz, vagy minősítést kapsz, bárhol a világban mehetsz, online már regisztrálva leszel, tehát ha nincs nálad az a fizikai kártya, online bármelyik részében a világnak leellenőriznek. Olyan hatékony oktatási sémák vannak, ugye, amit a haditengerészet dolgozott ki. Tehát a NAOI tulajdonképpen a legrégebbi nemzetközi búvárszervezet, és annak idején a hivatásos profi katonabúvárok oktatókból alakult ki. Tehát jelenleg ezt a rendszert, a NAOI oktatási rendszert használja a NASA, használja a SEAL, használja a NATO-nak a búvárjai, hogy így mondjam, és ennek az a célja, hogy nagyon rövid idő alatt a megfelelő készségeket el tud sajátítani. És akkor gondolom, minden jön majd a különböző extrák, hogyha mondtam, barlangban szeretné búvárkodni, igen, vagy igen, a szakosodások. A szakosodások. Szakosodások. Na, de hát az már elég távoli. Ez már meglepő számomra, mert látod, érdekes. Valószínűleg azért is, mert nem érdeklődtem utána soha, de mindig érdekelt. De soha nem jött szembe, hogy mondjuk egy búvárkodni, megtanulni mondjuk mibe kerül, és te itt most el tudtad nekünk mondani 3 perc alatt. És nagyon remélem, hogy ezt mások is pont annyira értékelik, mint én. Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk volt Rádió Gaga interjú. Szabó Jenő profi búvárral és búvároktatóval beszélgettek, közben megtudhattuk, hogy nem is olyan bonyolult megtanulni ezt a dolgot.
annál inkább felelősségteljesebb dolog, tehát hogy ezt nem érdemes megúszni, mint mondjuk a sofőriskolát, azt sem érdemes megúszni egyébként, csak az könnyebben meg lehet. Nincs is lehetősége. Na, kár, hogy például most pont a sofőriskola jut eszembe, hogy milyen jó lenne, hogy annak is pont ez a három lépése meg lenne, ami ugye hiányzik. Ott egyből bedobnak a mélyvízbe az elmélet után, de hogy ott is kellene legyen igazából egy medencés tanulás. Nagyon érdekel, hogyha mondjuk valaki elvégez egy búvártanfolyamot, mondjuk azon túl, hogy nálatok ezt ki lehet próbálni és lehet élvezni, és rengeteg programotok van erre, meg módotok. Az ország más részein, mondtad, hogy van néhány tiszta vízű tó, akár itt még a közelben is. Most így, ha belegondolok, akkor szerintem a Kőröspataki bányató elég tisztának számít, nem? Vagyis, hogy kívülről legalábbis annak. De a Fekete-tengert miért nem említed? Tehát az információnak, ami az agyfele áramlik, 90%-a vizuálisan jön. Tehát fontos, hogy a víz az tiszta legyen. A Fekete-tenger az rendben van, de úgy általában hétvégén, tehát messzebb van, és hétvégére mész le oda általában az emberek nagy többsége. És ha olyan időt fogsz ki, hogy például azelőtt vagy azután fújt a szél, akkor megjelenik ez a románul a hulla, tehát ez amikor úgy mozog a tenger, és nem látsz semmit alól. Tehát van, amikor nagyon jó, de kiszámíthatatlan. Ilyenkor mennyire kell bemenni amúgy? Nem feltétlenül a mélység a lényeg. Tehát hogyha te azért mész, tehát mindenki másért merül. Van, aki azért merül, mert be akarja bizonyítani magának. Van, akinek fóbiája van. De van, aki csak egyszerűen a kíváncsiság hajt, és akkor, hogyha egy méter, másfél méter, két méter mélyre lemerül, és megnézi, mit tudom én, a kicsi halakat, kicsi rákokat, kagylókat, bármit, ami ott van. De lehet maga az élmény, az a súlytalanság élménye, amikor lebegsz, ugye? Aha. Mert Archimédesz törvénye értelmében ugye van egy felhajtó erő, ugye? Másképp alakul a légzés. Tehát másképp lélegzünk a víz alatt, egy nyugalmat ad van, aki azért megy, hogy lenyugodjon. Tehát ugye mivel a csontok tömege nem kell fenntartva legyen az izomzat által, ezért egy sokkal lassúbb, nyugodtabb légzést lehet a szervezetnek generálnia magától, ugye? És ez izom ellazulással jár. Tehát kezdve a hátizmok, kezdve a nyakizmok, és van, aki csak azért megy, hogy lebegjen, és jól érezze magát. Van, akinek kihívás a mélység, és tényleg azt néző, hogy menjen minél mélyebbre. Tud-e azért melós lenni, ahogy én látom? Tehát én láttam már fáradt búvárokat. A sportbúvárkodás nem erről szól. Aha. Tehát a sportbúvárkodás az arról szól, hogy pihenünk a víz alatt és élvezzük. Tehát nem szabad a víz alatt senki fáradt legyen, ideges legyen, nyugodt kell legyél, kell élvezd a merülést. Ez a célja a sportbúvárkodásnak. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy az alapokat, hogyha elsajátítod a helyes légzést, a helyes testtartást a víz alatt, akkor az egy pihenés. Tehát amikor kijössz a víz alól, akkor te kipihenve kell érezni. Melyek azok a legfontosabb készségek, amelyeket ezáltal elsajátíthatunk? Amiket felhasználhatunk a hétköznapokban akár. Hát ez az egyik szakterületem, hogy így mondjam, mert írtam egy tankönyvet, amit a mai napig használnak a belügyminisztérium és a harci búvárok. Tehát én igazából harci búvárokat képeztem ki, és mentőbúvárokat. Na most, amikor egy mentőbúvár akcióba lép, vagy elindul, vagy egy harci búvár, eleve egy stressz helyzet megoldására készül. Tehát nem azért megy minden sportbúvár, hogy nyugodt körülmények közt pihenjen, hanem azért, hogy meg kell oldjon egy helyzetet. Ő bármit tanult, ugye, nem tudja alkalmazni csak akkor, hogyha ő nyugodt, és úgymond a prefrontális kérgébe, ami van, ugye, azt tudja használni. Tehát eleve kell legyen egy mentális felkészítése annak a búvárnak, hogy amikor bemegy, a fiziológiai a légzésére koncentrál, ugye, és utána arra, hogy milyen inger éri az agyat. Tehát ugye nem negatív múlt, vagy nem negatív jövő az, hogy ja Istenem, most jön a bau-bau és megez, vagy ja Istenem, már belepusztult ebbe nem tudom hány buvár, hanem a jelenbe kell legyen. Mint hogyha egy buddhista képzést hallgatnék most. Hát és ezek a készségek mentik meg a búvárt, és ez nagyon fontos, mert nem találtak még olyan műszereket, ami ezeket helyettesíti. Na most az a búvár, aki ezeket elsajátítja, a mindennapi életben nem kell mondjam, hogy tudja használni. Figyelj, hát ennél láthatóbban szerintem nem tudtad volna elmondani. És az igazság, hogy én nagyon remélem, hogy a hallgatók is úgy vannak, mint én vele. Én teljesen le vagyok nyűgözve. És készülök is valamire, amit most Jenő feldobott, de most nem mondom el a hallgatóknak, hogy én valamiben nagyon első szeretnék lenni, és remélem, hogy sikerül is ez nekem, mint rádiósnak, de erről majd a jövőben. Jenő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket megosztottad velünk, és várunk vissza.
Nagyon szívesen, bármikor. Sziasztok! Rádió Gaga interjú.